hova vihette egy múlt századi gimnazista a babáját, ha nem akart a szülők felügyelete alatt lenni? Max sétálni. De ha rossz az idő, moziba. Porlódon 3 mozi működött akkoriban. A külvárosi moziban nem vihette az ember a nőjét. Ott fel kellett kapni a lábakat, a pocok futott végig a sorok között. Ilonáik a belvárosban laktak. De Márk is minden nap megfordult a gimiben, amely a Lenin körút végén állt. Különben is Márkék házától 10 perc sétára volt a főtér. A mozik meg fél, egy és másfél sarokra Ilonáik lakásától. A műsor benne volt a helyi hírlopóban, amelyre akkoriban előfizettek az értelmesebb emberek, elsősorban a helyi hírek, születések, halálok, na meg az apró hirdetések miatt. Vékony alakra, menyasszonyi ruhacsipke eladó, ugyanitt hízott disznó, 3 éves csikók és fenyőfarankök eladók, új garázda termelő szövetkezet. Keresem azt a személyt, aki 13-án pénteken a tápéi töltésen táskarádion felvette megőrzés céljából, jutalom ellenében keressen meg. Veres remény, Tündér utca 19. Tokszal égyirtó zászlót, a doktor virágféle szabadalom szerint felújítés készít, rövid határidőre lele etele kisiparos. Puszta mérgesi óbor termelői áron 25 litertől eladó, Vinkó Lőre, Vasas Szentpéter utca 1. Magyar íróköldöttség utazott New Yorkba. A szombatra virradó éjjel megérkezett New Yorkba a Magyar Penklub küldöttsége, amely részt vesz a Nemzetközi Penklub 35. kongresszusán. Az író delegáció tagjai I. és Gyula Kossuth Díjas költő, Boldizsár Iván író, a Magyar Penklub alelnökei, valamint Vörös Sándor és Károly Amik költők. Tápé, Tömörkény 2-0. Járási labdarúgó kupa döntő, a mérkőzést Kisteleken játszották. Kiállítva ördög és angyal. Mától érvényesek az új árak, egyes állati eredetű élelmiszerek ára emelkedik. A sertéssír és a szalonna ára csökken. Meghalt Kodály Zoltán zeneszerző. Sima leszállás a Holdon, a Luna megkezdte televíziós adásai a Holdról. Na és a mozi műsor. Szabadság, sivatagi 13-a. Szovjet filmfelújítás 6 és 8 órakor. Fáklya. A múmia közbeszól. Magyar bűnügyi filmparódia 2, 4 és 6 órakor. Vörös csillag, egy ember az örökké valóságnak. Színes széles vásznú angol film 4-6 és 8 órakor. Nem kellett sokat töprengeni. A színes szélesvásznú filmeket 1967-től kezdték, tudták vetíteni Szép hazánkban. Biztos a 4-6-os előadást választottam, mert Illnek 9-re otthon volt a helye. Azt nem tudtam, hogy 2 órás a film. A szélesvásznú azt jelenti, hogy 2-szer olyan rossz, kérdezte évődve Ill, de persze örült. A jegyet egy nappal előtte megvettem a 10 forintos zseppénzemből. Ott vártam rá, a Vörös Csillag mozi előtt, ténfergő kamaszok, nyugtalan nyugdíjasok, tápénzcsalók és más kóbor lelkek közt a sarki szélben. És fénybe fordulnak az áhárnyak, mert már a karjaimban látlak, nyűszített a slágert egy spenót zöld táskarádió. Megnéztem a kiragasztott képeket a filmből, vettem egy kis pohár tányéricát, ami a napraforgóm a Porlódi neve volt. Az árus a zsebedbe öntötte. Én nem szerettem, magában proli dolognak tartotta, de hát a cigit se szerette. A nők dolga a tűrés volt akkoriban, kedveseim. Rágyújtottam egy szimfóniára, azelőtt harmóniát szívtam. Zeneileg nagyon művelt voltam. Soha nem jutott eszembe, vajon milyen ízű lehet a csókom 2 kis föcs és a hozzátartozó cigi után. 17 évesen nem foglalkozik ilyesmivel az ember. Előttem állt az élet, meg a hebegős Jóska, aki épp meghozta a híradó filmtekercsét a fákjából.
hat Oscar díjat nyert, mondta a plakátra mutatva, hatot, föliratos korhatár nélkül. Bezzeg a csa-csa-csa, a Csapajev, az film volt. Ő volt a legbefolyásosabb filmkritikus Porlódon. A Zöld Táska Rádióból most az szólt, hogy mi lesz velem, oly nagy a világ, te szeress legalább. Néztem a Széchenyi teret körbefogó térdig érő bronzkorlátot, amelyek mészkőgömbjein gyerekkoromban álltam is. Megvolt még. Még nem kívánta meg és bontatta le valamilyen jó elvtárs. Feltűnt ill vöröslő haja a sarkon. Megcsókoltuk egymást, de röviden. Nem szerettünk mások előtt műsorozni. Hová szól? Kérdezte, mikor elővettem a jegyet. Odafönnre már tegnap se volt, az utolsó sor széle. A való világ a tökmapáholynak hívott elsősori vasárnap délelőtti 2 forintos matinéjegytől a kamaszkori utolsó sori smárolásig tartott. De ez nem igaz. Az élet olyan, mint egy mozi, ahová későn ülsz be, aztán megpróbálod kitalálni a cselekményt, mint magadat. Ritkán történt, hogy nem szinkronizáltak egy filmet, de ez ilyen volt. Ki tud idegen nyelveket-e honban? Az orosz 4 évtizeden át kötelező volt, mégse tudott senki 4 szónál többet. Nikamu nie hočeca. Megnéztük a filmhíradót, amely győzelmeinkről számolt be itthon és a világon, na meg, hogy a gonosz kapitalisták verik a négereket Amerikában. Fekete-fehér volt, de nekem tetszett. Jobb volt, mint sok magyar film. Amikor felgyúltak a lámpák, a párok kissé széllyel húzódtak, volt még ille, meg ilyen kacat dolgok. Aztán jött a hosszú sötét. Volt egy hátránya a mozibeli ölelkezéseknek, nem csak a székkarfája. A nagyon hangos filmek világában éltünk. Sztereó, kvadró hanghatás, háromdimenziós szagos film még nem volt. Ha csókolózni akartál, a sötét jó volt, csak túl hangosan beszéltek. A Man for All Seasons. Már a cím is tetszett. Valamiért jobban szerettem akármit angolul, mint magyarul. A feliratozásna meg Paul Scofield, Orson Welles megajándékozott az angol megértésének akkor még ritka örömével. Íre mindez nem volt érvényes, ő heti 2 órában nem tanult meg angolul. A film Thomas More, Mórusz Tamás utópikus meg nem alkuvásáról szól, amelyet királyával 8. Henrikkel szemben is fenntartott. Karrierjének csúcspontján kancellár volt, a féle főminiszter, ez az ember visszavonult a közszereplésektől, és végső soron engedte, hogy letartóztassák, börtönbe zárják, végül kivégezzék. Mindezt azért, mert katolikus hitéhez hűen nem esküdött meg arra, hogy ő, Henrik, az angliai egyház legfőbb feje legyen. Ami abból ered, hogy nem fogadta el Henrik Bolin Annával kötött házasságát, miután elvált Katalintól. Végül is Mórusz egy gyönge embere, Rich, elárulja őt, és úgy belejön az árulásba, hogy ő lesz Henrik kancellárja. Közben csókolóztunk is a pénzünkért, de csak egy sóhanyit, mert mindkettőnket megfogott a film. Miért nem beszélsz magyarul, baszod? Kiáltotta be egy lassan se olvasó bunkó a film közben. Rácsapott a röhögés. Helyben voltunk, Porlódon. Ufók, vámpírok nem voltak még a filmben. A kólát se ismertük még. De a balgaságot, azt igen. Sir Richard Rich became the Chancellor of England and died in his bed. Bam! Ez volt az utolsó mondat. Mint egy doronga fejbe vágtak volna. Akkoriban a moziból csak az élményt lehetett hazavinni. Szédülten kísértem hazáig ílt, és gyorsan búcsúztam. That wasn't painful, was it? Kérdezte Richard, az őt besúgásra rávevő Cromwell, aki később szintén fejvesztve távozott a történetből. Nem tudtam, hogy barátok képében apámhoz,
azaz a házunkba is besúgók járnak. Mert ő nem lett besúgó, hát besúgták. Majd úgy fél évszázad múltán értesülök róla titkosan körmölt jelentések százaiból. Az, hogy az iskolásokat ugyanebbe a moziba terelték világnézeti nevelés címén, külön rekeszben volt az agyamban. Jó bulinak, lógásnak fogtam föl az iskolából. Hogy a Szabad Európa Rádió munkatársai egytől egyik háborús vagy köztörvényes bűnözők, nem hittem el a filmet. De amikor vádoljuk az imperializmus címmel, gyűlöletórán vettünk részt, én is gyűlöltem az amikat a vietnámi háború miatt. Mint aztán később ők is magukat. A hazánkban ideglenesen már 20 éve állomásozó ruszkikat nem igen láttuk az utcán. Ha megláttuk, elfordítottuk a fejünket és elfelejtettük. Felejteni. 56 óta ez volt a dolgunk, és mi nagyon belejöttünk. Szívünkben tudtuk, forradalom volt. Amíg megy a filmed, még el vagy valahogy a félsötétben, de egyszer jön a vége fölirat.